Az energia új utakon jár az E.ON-nál, amely felelős vállalatként egész Európában, így Magyarországon is jelentős erőfeszítéseket tesz a környezettudatos technológiák elterjesztésében. Ennek kiemelkedő eleme a közlekedésben korszakváltást jelentő elektromos autóhasználat népszerűsítése, melynek elősegítésében élenjáró módon a Kempinski Hotelben megvalósított egy elektromos töltőállomást. A szállodában tartott sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a luxushotel társadalmi felelősségvállalásának egyik fontos eleme a környezettudatosság, és ennek kapcsán úttörő szerepet vállalt azzal, hogy megrendelte az első magyarországi elektromos töltőállomást a szálloda szolgáltatásainak bővítésére. Először persze rövidebb távokban kell gondolkodnunk. Például Budapestről Bécsben még nem lehet elektromos autóval egyetlen töltéssel eljutni. Ezért az a távlati tervünk, hogy minél több töltőállomást telepítsünk, és ezzel már elégedettek lehetünk. Az én meggyőződésem szerint a 2010 és 2020 közötti évtized az a tisztán elektromos üzemű autók szempontjából az áttörés évtizede lesz. Egy tisztán elektromos üzemű jármű azokkal a korlátokkal együtt jár, amiket Krajcer úr itt az előbbiekben elmondott előttem, de egyébként egy városon belüli használatnál lehet, hogy drágábban lehet megvásárolni, de a üzemeltetési költsége az a töredéke annak, mint egy hagyományos gépkocsinak, de ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz ennek a technológiának teret kell adni. Az e-mobility koncepció az akkor kezd igazán izgalmassá válni, amikor bevezethető termékké válik. És hát arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy az E.ON tudja szállítani ezt a terméket gyakorlatilag a lakosság és a nagyvállalati vállalati ügyfelei számára és az ország egész területén. 100 kilométert körülbelül 1000 forintból lehet megtenni. Ebből következik, hogy 1 kilométer az körülbelül 10 forint, tehát fantasztikusan olcsó az elektromos autónak a használata. Családi autónak használna elektromos autó? Én nagyon szívesen, városban ez tökéletes autó, 80-100 kilométert el lehet menni egy elektromos autóval töltés nélkül. Ez egy városban sokat mozgó család számára is egyébként a napi használatra bőségesen elegendő. Jelenleg többféle autótípus van kint a piacon és többféle töltőcsatlakozó. Mi ebben az esetben arról gondoskodunk, hogy minden egyes autótípus itt tölthetővé váljon. Az elektromos meghajtás és az akkumulátor az ki van egészítve egy kis benzinmotorral, amelyik elektromos áramot termel, és így körülbelül 500 km-t tud megtenni. Munkába járásra tökéletesen alkalmas már ma is egy elektromos autó, és nyilván ez tyúk-tojás probléma. Ahhoz, hogy legyen töltőállomások, kellenek elektromos autók is, minél több. Az elektromos járművek fogják megoldani jövőben a nagyvárosi belső közlekedést, amit mi kifejlesztettünk, ez az összecsukható, ultrakönnyű robogó, a Moveo. Ez tulajdonképpen, mint kiegészítő közlekedési eszköz, nagyon alkalmas a belvárosi helyek megközelítésére. Én nap mint nap használok kerékpárt, elektromos kerékpárt, 20 kilométerre a lakhelyemtől dolgozom, és igazából úgy érek be, hogy nem jelent problémát. Nem kell autóba ülni, nem kell azért megmozgatni másfél tonnát, hogy eljussak A-ból B-be, mert éppen nem akarok megizzadni, vagy nem akarok egyszerűen elfáradni. Hát tudja képzelni, hogy a garázsában majd lesz egy ilyen töltő? Feltétlen, hogyha a töltőhálózat meg lesz, megfelelő távolságonként és a futás teljesítményt növelni tudják, akkor ez egy óriási dolog. Én úgy gondolom, hogy ez az autózás meg a motorozás jövője. Szerintem 10 év múlva veri a belségési motorokat.